A 2022-es történelmi asszály után elgondolkoztak azon, hogy a változó éghajlat mellett hogyan tudják segíteni a Békés vármegyei gazdákat, fogalmazott Kossuth Kornél. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke kiemelte, elindítottak egy előadássorozatot, melynek első állomása Kondoros volt. Itt a közel 160 gazda a vízmegőrző gazdálkodás és a talajművelés témakörében kaphatott hasznos információkat. Az eseményen elhangzott, nem csak a szántásban kell gondolkodni, a talajlezárásban is. Azok a különböző vízmegőrző lehetőségek, amik eddig a gazdatársak számára ismeretlenek voltak, minden lett mondva, és azok a gépek is belettek mutatva, és azok a talajszerkezetek, amiket ezzel a gépkapcsolatokkal el tudnak érni, és a jövőben vízmegőrző gazdálkodást tudnak esetlegesen folytatni. A jelenlevő vezetők figyelme is föl lett hívva arra, hogy a jövőbeni pályázat kiírásoknál inkább ezeket a gépeket preferálják, ezeket a gépeket helyezzék előtérbe, hogy egy-egy pályázati lehetőségnél gazdatársaink tudjanak élni a támogatás lehetőségével, és így beszerezni esetleg ezeket a gépeket, hogy utána ezeket használva ténylegesen jó termésátlagokat tudjanak elérni. Az e-gazdálkodási naplók leadási határideje február 15-e volt. Kossuth Kornél kiemelte, elmondható, hogy minden gazdának sikerült ezt teljesítenie. Ehhez nagyban hozzájárultak a falugazdászok. Tavaly az őszi vetéseknél nagy kárt okozott a mezei pocok. A 2023-ban eseti engedéllyel használható irtószereket a járatokba kellett behelyezni. Ezzel a módszerrel valamilyen szinten sikerült csökkenteni a populációt, de a mezei pockok jelentős része áttelelt, és most a zöld búzát és a zöld árpát veszélyeztetik. 100 négyzetméterenkénti 25 lakott járat fölötti eseteknél növényorvos vagy növényvédőmérnök segítségével és felügyeletével felületkezelést is alkalmazhatnak a gazdatársak, ami gépi kijuttatást tesz lehetővé. Nyilván nagyon oda kell figyelni, hogy a forgóban ne maradjanak kupacok, de azokat is ugye megszüntetve, ez így a vadakra szintén nem káros és nem veszélyes. A gazdálkodóknak a tavalyi évhez hasonlóan nem kell vízdíjat fizetniük a felszíni vizek használatánál, a folyókból vagy az állami csatornákból történő vízkivételnél. 2023-ban az őszi és a téli csapadék mennyiség hiányzott. A jelenlegi, korán érkező melegebb időjárás előrehozta a növények fejlődését. Kossuth Kornél hangsúlyozta, bízik benne, hogy a korai tavasz után nem jön egy hosszantartó fagyos időszak, mert azt akkor a gyümölcsösök megsínlik. Az elnök kiemelte, reméli, hogy ez az esztendő tűrhető termésátlaggal és felvásárlási árakkal zárul.